Jó estét kívánok, már csak önökre volt szükség, mert nagyon jó társaság gyűlt itt össze ma este. Például megbeszéltük azt, hogy Barabás Richárd kormányában majd ki milyen tárcát kap, persze szigorúan rátermettségi alapon. Nézzék meg, ismerjék meg, hogy kik vannak ma este a stúdióban. Itt van Krug Emilia a 168 óra. Én nem tárcát kértem, ezt jelezném előre azért a nézőknek. Igen, de azért állami fizetést igen, ezt tegyük hozzá. 168 óra rovatvezetője Sándor Zsuzsa volt bíró, és Barabás Richárd a Párbeszéd politikusa, leendő minisztere. De hangsúlyozom, hogy én ebben a vitában mondtam, hogy rátermettségi alapon lesz. Tehát, hogy nincs ilyen háttér alkú. Mind a hárman rátermettnek érezzük magunkat. Úgyhogy... Hát bizonyítani kell majd, azt gondolom, a választók színe előtt addig. Na jó van, mutatjuk akkor az első filmet, és abból látni fogják az első témát. Kezdünk. Vona Gábor szerint a Jobbik soha nem volt antiszemita, cigányellenes rasszista párt. Ennek ellenére a párt elnöke az ATV.hu-nak adott interjúban kijelentette, a korábbi rossz mondatok és félrecsúszott folyamat miatt kézbocsánatot kérne a Jobbik nevében a zsidóságtól és a cigányságtól. Erre a hírre ültettük rá a nap kérdését is, ami ma úgy hangzik, hogy Vona Gábor hajlandó bocsánatot kérni a cigányságtól és a zsidóságtól. Ön szerint őszinte megbánás vagy politikai haszonszerzés áll-e a háttérben? Az ATV nézői, az ATV.hu olvasói 11%-ban gondolják úgy, hogy őszinte megbánás, és 89% gondolja azt, hogy politikai haszonszerzés. A műsor közben még változhatnak a vélemények, az utolsó percekben vissza fogunk térni a szavazás állására. Na, tehát 89-11, ez 90-10 nagyjából kerekítve. Ti is így szavaztatok volna-e? Én nem szeretném az elején már szétrolkodni a műsor, no. De hogy szerintem teljesen mindegy. Tehát én azt gondolom, hogy a bizonytalanok táborában és a Jobbik meglévő szavazó táborában ez nem kérdés, tehát irreleváns. És egyébként a magyar társadalom sem az alapján ítéli meg a Jobbikot, hogy most antiszemita-e vagy rasszista-e, mert ez szerintem csak... így számunkra, és akkor most itt a Jobbik szalon képessége szempontjából, ez szerinted irreleváns kérdés? Szerintem a kormányzó képesség az elsődleges, ami alapján megítélik a Jobbikot, a másik pedig az, hogy egyelőre korrupciómentes pártnak tűnik. Most ugye az oligarha párt, a csicska pártot akarja a Fidesz rásütni, nem véletlenül. Tehát nem véletlen azzal támadja, hogy rasszista, antiszemita, hanem ezzel, mert szerintem a magyar társadalom, mondom, a szűk elit értelmiségen kívül nem foglalkozik azzal sajnos egyébként, hogy valaki cigányozik vagy zsidóz. Főleg vidéken, ahol tényleg az a probléma, amiről mindannyian tudjuk, hogy menjen ilyen a létményen. Zsuzsa szerint is őszintétlen? Abszolút őszintétlennek tartom, de ahhoz, amit az Emilia mondott, azért azt sajnos hozzá kell tenni, hogy a felmérések szerint a magyar társadalomnak a 63%-a idegen ellenes, idegen gyűlölő. Ebbe beletartoznak a zsidók, a cigányok, a menekültek, a migránsok, mindenki. Tehát ezért hiszem azt, hogy ez a szempont nem nagyon foglalkoztatja az embereket általában. Egyébként messze menve nem tartom őszintének. Hát egészen biztos, miután ő most már egy jó ideje próbál középre húzni, hát ez ahhoz tartozik, hogy még 3,5 szavazatot tudjon szerezni ezzel. Nem őszinte, de tulajdonképpen nem is perdöntő, mondták idáig a hölgyek. Ricsi? Hadd kezdjem egy pozitív dologgal. Szerintem az, hogy független attól, hogy őszinte vagy nem, az, hogy egyre inkább kiszorul a politikai diskurzusból és közbeszédből az, hogy szabad mondjuk nyíltan zsidózni vagy cigányozni, annak akkor is jó, hogyha egyébként van a Gábor nem őszinte. Tehát szerintem ez mindenképpen fontos, hogy valaki elhatárolódik, vagy legalább úgy tesz, mint aki elhatárolódik a korábbi nyilatkozataitól, mert ez valahogy úgy tereli a közbeszédet, hogy talán ez mégsem oké. Ennek lehetnek pozitív hozadékai, ám de akkor most átmennék a negatív oldalra, hogy mi ezzel az egésszel a baj. Hát az, hogy ezt egyébként nem másfél évvel ezelőtt mondta ki, hanem azután, hogy nyilvánvalóan Simicska Lajos elkezdte támogatni, adott neki plakáthelyeket. Tehát nyilvánvalóan az történt, hogy a teljes Jobbik
megalapította. Most már nem jobb, nem magyar gárdájuk van, hanem ők a Simicska fiúk gyakorlatilag, amit a Dagobert bácsikban, nem tudom, hogy nézték a nézők, vagy itt ti néztétek annak idén a Valdis. Nem is éltek még, nem Biggie bolyók, mint a Biggie bolyók, akik a mindig nagy ellenfelei voltak a Tikinek, a Nikinek, meg a Vikinek, meg a Dagobert bácsinak. Tehát most tényleg ilyen Simicska fiúk lettek belőlük, és szerintem egyszerűen az van, hogy a Simicska Lajos kikötötte, hogy nem lehet tovább tolni ezt a náci vonalat, konszolidálódni kell, be kell menni középre, polgári dolog. Aztán ez a Simicskának volt a feltétele, és az van, és most hadd menjek át a választói oldalra, hogy szerintem senki nem kíván arra, senki nem akar egy olyan pártra szavazni, amivel egyébként bosszú eszközét vélik felfedezni. Tehát én azt hiszem, hogy miért szavazna egy becsületes magyar állampolgár egy pártra, amiben nyilvánvaló, hogy az egyik oligarha bosszújának az eszközét látja a jelenlegi magyar miniszterelnöke fele. Jó, tehát igen, lehet, van még szabad. Második helyért van, de azt mind a te is tudod, hogy ezért ezek lassabb folyamatok, míg ezek átmosódnak mondjuk egy választói rétegen. Pontosan tudjuk, hogy a választók lassú, nem mindenki követi a napi híreket. A nem biztos, hogy... Ugye rövid távú a választópolitikai memóriája, lehet, hogy ő Simicska Lajos az ő emlékezetében már nem az a szörnyű oligarha, és ugye volt egy Jobbik plakátkampánya, az ők, vagy ti dolgoztok, ők lopnak, ami meg bevált, és erre emlékeznek. Változna a véleményetek akkor, hogyha Vona ezt a nyilatkozatot visszavonult politikusként tette volna? Tehát azt mondja, hogy ő visszalép a pártpolitikától, lemond, mint Jobbik elnök, és egyébként most így utólag megköveti a magyarországi zsidóságot, cigányságot és az antiszemita rasszista kijelentéseket. Nem, én azt hiszem, változna hogy... az őszintessége az ő szavainak, vagy a hit az őszintességében? Én akkor sem hinnék az őszintességében. Tehát mert ebből valaki... azt következik, Zsuzsa, hogy volna bármit mond, te nem hiszel neki. Igen, ez pontosan így van. Tehát az, aki elkezdte ezt a magyar gárdától kezdve ezt a vonalat, és politikai megfontolásból változtat rajta, nem tudom, miért kellene igen, hinni neki. Igen, de én azért kérdeztem, hogy ha visszavonult politikusként mondaná, akkor nem biztos, hogy politikai megfontolásból, mert akkor már neki nem érdeke. Akkor talán nem is mondaná. Hát illetve tettekkel az lesz a kérdés, hogy tudja majd bizonyítani. Bár ugye akkor azt ígérte... Akkor úgy a kérdést, igen, hogy mit kell tenni Vonának vagy a Jobbiknak szerintetek ahhoz, vagy a ti szemetekben ahhoz, hogy higgyetek nekik? Hát itt egy komoly dolog azért felmerül, hiszen ugye ne felejtsük el, hogy Vona Gábor azt ígérte meg, hogy ha 2018-ban nem nyeri meg a Jobbik a választást, akkor ő lemond. És jelenleg nem úgy néz ki azért, hogy Jobbik megnyeri a választást, és mi a baloldalon Karácsony Gergely kampánycsapatában például azért fogunk dolgozni, hogy mi nyerjünk, és semmiképpen se ők. Tehát abból az fog következni, hogy ha Jobbik nem nyer, és Vona Gábor lemond, akkor nem igazán lesz esélye arra, hogy ez bizonyítsa aktív politikusként. Jó, szokott olyan történni, hogy levonják a konzekvenciát, és megválasztják újra. És akkor mégis újra. Meggondolják magukat, természetesen ilyen előfordult tehát, már a világban. Ugye arról a részéről a dolognak még nem beszéltünk, hogy ő erőltethet, illetve a párt vezetése, amelynek komoly tét, számukra komoly tét az, hogy egy mérsékeltebb politikával újra bejutnak a parlamentbe, többen bejutnak, tehát ott azért ez egy egzisztenciális kérdés. Ők könnyebben elmentnek ebbe az irányba, mint az alapszervezetek, amiknél meg tudjuk, hogy óriási botrány van időről időre ezekből a megszólalásokból. Most ebben a Csuha Ildikó interjúban kiderült, hogy a Pomázi alapszervezet elnöke mondott le, a Vecsésinél is botrány volt, ők nem bírják ezt a mérsékelt. De nem bírják a cukiság kampányt. Nem, és ráadásul, ha meg, amikor meg éppen az ellenkezője, tehát egy helyi szervezetnél az ellenkezője van, akkor én lehet, hogy rossz a politikai memóriám, mint a szavazóknak általában, de nem emlékszem, hogy a Vona elhatárolódott volna. Ez a Vecsésinél érdekes volt. Ugye a Vecsési történt az volt, hogy a Hanuka üdvözletet küldött a zsidóságnak. És a Vecsési szervezet meg most nem idézhető módon nem értett ezzel egyet, és akkor azt mondta, hogy ez összeférhetetlen, és a végén csak figyelmeztetést kaptak. Tehát nem zárták ki őket. Vona Gábor ugye azon szocializálódott, hogy végignézte, hogy a hosszúhajú, lázadó, liberális Orbán Viktor egy keresztény, konzervatív miniszterelnöke lett az országnak. Miért ne gondolhatja azt joggal, hogy ez nála is működhet? Hát gondolni, szóval gondolhatja. Sikerült, csak... neki miért ne sikerülhetne? Csak ugyanabban a társadalomban él, Zsuzsa. Hát az a 10 millió magyar, aki Orbánt miniszterelnöké választotta, és ugyanezt a folyamatot végignézte, és nem büntette, nem tett fel kérdéseket, hogy egy ember az de hogy hát azért, váltott ekkorát. Ha megnézzük, hogy most ki hogy áll, akkor ők még mindig csak a 10% körül vannak, 13-14 talán. Mármint ez a volt. A Jobbik, igen.
Tehát szó sincs arról, hogy ők most ezzel az új középretolódással... Mert radikálisabbról indult, tehát azért Orbán Viktor sosem volt annyira radikális, nem, hát mint amennyire... Orbán Viktor pont az ellenkező. Tehát ő most az lett annyira radikális gyakorlatilag, így van, tehát keresztezték egymást. Liberálisból indult, és most sodródott már, nem, sodródott az nem jó szó, mert az olyan, mintha nem tehetne róla, tehát most került át tulajdonképpen a jobb a oldalra. Az, igen, a bal, a szélső bal vagy a jobb oldalra. Azt írja, nem írja, hát nyilatkozza, írja Csuha Ildikó, de nyilatkozza Vona Gábor, hogy nem hordhat Hózentrógert, mert Simicska is azt hord. És ugye ti mind a hárman gyakorlatilag tényként kezelitek, hogy Simicska és a Jobbik az szövetséget kötött egymással, hogy most a Jobbikot nevezhetjük-e Simicska fiúknak, vagy nem, azt nem tudom. De hogy most a Hózentrógeren múlik. Tehát szemmel láthatóan Vona Gábor még mindig meg akarja különböztetni magát Simicska Lajostól, nem fogadja el ezt a bélyeget. Szerintem ebből az derült, hogy Vona Gábort megtanították kommunikálni. És tud olyanokat mondani, ami jól hangzik, idézhető. És ami elterelő a figyelmet egyébként arról, hogy milyen kedélyesen beszél gyakorlatilag. Igen. Tehát, hogy olyan, mintha nem is tudom, így a Faustban, így arról beszélgetne a Faust, hogy egyébként itt volt az ördög, és hát természetesen segített nekem. Ott van az egy-két mondat Simicska Lajosra, hogy ő is részt vett ennek a rendszernek a felépítésében, de aztán tereli a szót Mészáros. Igen, tehát valahogy ez már nem olyan nagy gond, és nem ez az igazán árulkodó, ahogy ilyen nagyvonalúan kezeli ezt a kérdést. Én meg éppen arra gondoltam, hogy ha semmi közük nincs, vagy köze nincs Simicskához, akkor miért ne hordhatna a Hózentrógert? Vagy Trágert. Nem lenne sokkal egyszerűbb, vagy csak kérdezem, tehát a két ember helyében is, hogyha ezt az egész, ha van ilyen viszony, azt felvállalni. Miért ne lehetne egy gazdag magyar, tőkés, oligarha, aki támogat egy pártot? És ezt teljesen transzparensé lehetne tenni. Számtalan példa volt erre a világban egyébként már. Tehát, sőt, inkább azt gondolom, hogy kultúrországokban ez így működik. Azt mondom, igen, én velük egyetértek, kormányváltást akarok, és ezért még a pénzemet is hajlandó vagyok áldozni. Hát ez lehetne, ha itt nem arról lenne szó, hogy itt egy nyilvánvalóan nagy tőkés, egy magyar adófizetők pénzén meggazdagodott ember akar bosszút állni a kollégiumi szobatársát. Itt nem arról van szó, hogy egy gazdag ember egyetért egy párt céljaival, hanem pont fordítva azt akar, hogy az ő céljait szolgálja a párt azáltal. A gazdag ember keresett egy pártot magának, akivel be tud fektetni, és akivel gyakorlatilag alá tud vágni a jelenlegi miniszterelnöknek, aki nyilvánvalóan most akarja kivéreztetni az ő cégeit. Szerintem ez a politikai bosszúállásnak a legalja. Nem arról van szó, hogy hirtelen egyetértett a Jobbik programjával. Na jó van, lépjünk akkor, mert még két téma vár kibeszélésre. Lássuk a következőt. Népszavazást kezdeményezett az euró bevezetésért a Polgári Világ pártja. Az alig 10 napja bejegyzett politikai formáció alapítója a Tanítanék mozgalomból megismert Pukli István. A magát centrista jobb-középpártként meghatározó alakulat elsősorban a Fideszből kiábrándult választók szavazatára számít a 2018-as választásokon. Ugye a főszereplőink itt láthatók ezen a nagy monitoron, Fekete Győr András és Pukli István. Kezdjük Puklival, hogy érdekes pálya az övé, mert egyik pillanatról a másikra lett ugye emblematikus figura, tehát gyakorlatilag a bátor, az elveiért kiálló civil archetipusa. Aztán történt vele valami, és eltűnt, és most megint felbukkant. Ti értitek, sejtitek, tudjátok-e, hogy mi történik vele? Egy ember, aki látszólag visszavonul, tehát megcsömörlik, megundorodik talán a politikától, ettől a közéleti sárdobálástól, az egyszer csak visszalép ebbe a... Hát meg mindentől, hát ő mindent ott hagyta az iskola igazgatóságot is, tehát arról is ott lemondott, ott hagyta a mozgalmat is, amit kvázi ő alapított, igen, ami egyébként akkor úgy nézett ki, hogy nagyon sikeres, és nagyon sok embert tudott megmozgatni. Valószínűleg csalódást okozott ezzel a civil mozgalom híveinek, a tagjainak, hát a diákjainak. Az iskolának, hogyha valóban ő olyan jó igazgató volt, mint ahogy akkor ez hír lett róla, szélhámosság ez. Én is pont ezt a szó, nekem a szédelgő jutott eszembe, egy ilyen politikai szédelgő szerintem, amit az a pálya, amit leír, és többet nem is nagyon érdemes róla mondani, mert nincs koherens állítás, hogy mit szeretne, teljesen szembeköpte a korábbi állításait. Én de látjátok, hogy lehet kiszeretni emberekből? Milyen hős volt Pukli István annak idején? Hát amíg annak látszott, amíg úgy is viselkedett. Az elején ő tényleg úgy viselkedett. Akkor lehetett még hinni. Nem hálátlan dolog ez?
Nem kell politikusnak. Annyira jellemző ez a messiás várás, hogy időről időre feltűnik az ellenzéki oldalon valaki, akiben mindenki elkezd reménykedni, és amikor meg nem jön össze, akkor mindennek elmondjuk. De úgy kezdted, hogy a két főszereplő. Igen. És ugye ott lóg ki a lóláb, hogy a polgári világ? Polgári világ. Polgári világnak. Majd megtanuljuk. De ez polgári a baj, hogy szerintem ennyit már nem lehet megtanulni. Gémesi György pártjának a nevén gondolkodtam, de húha, nem a zavarba hozol. Igen. Szóval, hogy valójában hivatalosan nem ő a főszereplő. Na most hogy indul el úgy egy párt, hogy van egy ember, akit ismer az egész ország, és nem ő az elnök? És most az elnök nevén is gondolkodnom kell, pedig az előbb láttam, hogy az egyenes beszédbe jön, de az se jut eszembe. Keresztény Zsolt talán. De hogy ez így nincs rendben, hogyha tényleg akarnak valamit 2018 tavaszára felépíteni egy új pártot, hogy mindenhová az elnököt hívják, és akkor nem az egyetlen ismert arc az elnök. De hát azért hányszor láttuk már, hogy minél inkább közelebb vagyunk a választásokhoz, annál több vadonatúj párt keletkezik hirtelen. Hát pont ezzel folytattam volna, tehát nyilván a Fidesznek érdekében áll, nem, ez teljesen logikus gondolatív. A Fidesznek érdekében áll szalámizni az ellenzéki szavazatokat. Ha érdekében áll, akkor valószínűleg tesz is érte. Hogy a Puklipére párt most ilyen próbálkozás vagy nem, ezt én nem tudom. De azt, hogy várható, hogy most létrejönnek új politikai formációk, amelyeknek az a feladata részben, hogy a Fidesz köpönyegéből bújtak ki, az ő pénzükön élnek, és hogy az a feladatuk, hogy szavazatokat vonjanak el az ellenzékről, ez egy logikus lépés lenne. Nem lehet, hogy igazstalanul sütjük rájuk most azt, hogy ha, megjelent az első. Az első kis dínófióka kidugta a fejét a tojásból, a kis T-rex. Hát azért arra emlékezünk vissza, hogy a bizniszpártok 2014-ben sem vittek el jelentős szavazatot, bár mindenki ijeszgetett velük. Én azt hiszem, hogy ezek a bizniszpártok tényleg arra hajtanak, hogy elindítanak 106 kamujelöltet, felveszik a pénzt, azt valahogy leszámlázzák, és aztán eltűnnek. Ez igaz, Kohár, ez teljesen igaz, de az voltak ritka és szomorú, ja. Egy kivétel egyébként. És egyébként csak 3,4 milliárdot költöttünk rájuk. De nem azt mondtam, hogy ez helyes, tehát nem azt mondtam, hogy ennek örülni kell, én csak azt mondtam, hogy összességében nem az történt, hogy mondjuk elvittek 10%-ot, bár az nagyon szomorú, hogy Kunhalmi Ágnes egyébként ezért bukta el azt a körzetet, mennyivel jobban állna az ellenzék, hogy egyébként azt nem bukja el, hanem az is mondod nagyon szomorú. Te? Most az is nagyon szomorú szerintem, hogy ennyi pénzt elköltöttünk rájuk, de az igazi, hogy ők most bizniszpártként indulnak el, vagy tényleg ennyire nem látnak a pályán, és az politikai amatőrizmus, ez szerintem most még eldönthetetlen, de mi lenne, ha inkább arról beszélgetnénk, hogy akkor hogyan csináljuk egy fél év múlva ezt a kormányváltást és választásról? Vagy beszélgessünk, jó, én hajlandó vagyok erről beszélni még a tárcák elosztásáról. Beszélgessünk még azért arról, hogy ugye az Együtt bejelentette Fekete Győr András, a másik főszereplő, hogy Együtt választási szövetség nélkül indulnak 2018-ban. Létezik-e még, Barabás Rihárd, létezik-e még akkor új pólus például? Mert hogy ugye ennek a Momentum lett volna az egyik pillére. Momentum nélkül van-e? Hát akkor most hadd fogalmazok viszonylag keményen. Jó, hogyha lehet, megengeditek. Azt hiszem, hogy az, aki azt mondja, hogy nem hajlandó semmiféle együttműködésre, még koordinációra sem, az azt mondja, hogy nem is akarja 2018-ban leváltani a kormányt, és innentől kezdve meghazudtolja saját magát és a saját állításait a választóinak, hiszen azt mondja, hogy mi majd elhozzuk az Orbán utáni világot, kérdezem én úgy egyébként, hogy 2018-ban lehet, hogy te biztosítod Orbán Viktornak a következő kétharmadot. És hogyha ők mondjuk 2022-ben vagy 26-ban akarják elhozni az Orbán utáni világot. Ez szuper, csak azok a gyerekek, akik éheznek, és azok a nyugdíjasok, akik nem tudnak elmenni kórházba, és azok, akiket nem vesznek fel egyetemre, és azok, akiknek még mindig kevés a fizetés, és közmunkásként 50 ezer forintból kell megélniük egyik napról a másikra, azoknak nem lesz jobb attól a tudattól, hogy 4 év múlva lesz valami másik kormány. Egy, kettő, hadd mondjak egy másikat, ami szerintem még sokkal nagyobb, és még inkább gyökerestűbb benne van a magyar politikai életben, az, hogy azt állítja egy politikai erő, hogy csak mi tudjuk a jót, és csak akkor lesz Magyarországon jó világ, ha mi politikai zászlónk lebeg majd a parlamentben. Ezt állítja hát az, hogyha valaki egyedülin azt mondja, hogy egyedül indulok, és leváltom Orbán Viktort, abból az következik, hogy azt feltételezi, hogy egyedül egyszer képes lesz leváltani. Csak az a probléma, hogy ezt már hallottuk, ezt úgy hívják, hogy Fidesz, és pontosan láthatjuk, hogy mi történik akkor, amikor egy politikai erő mindenféle kontroll, vagy párbeszéd, vagy együttműködési kényszer nélkül kell, hogy kormányozzon. Én ezt nem szeretem, sokszínű ez ők az ország, sokszínűen kell együttműködni. Ők azt nem állították, hogy a választások után nem hajlandóak például koalíciót kötni valakivel. A választási együttműködés és a kormánykoalíció az nem ugyanaz a dolog. Ebben
Nem, igazániból szerintem ebben a döntésben a legveszélyesebb az, hogy egyéniben sem hajlandóak együttműködni, mert ugye az egyfordulós választási rendszerrel már nem áll fenn ez a lehetőség, hogy akkor utána megbeszéljük és visszalépünk. Tehát ott az nagyon nagy bukta, ha egyéniben sem tudnak megállni. 20-30 éves fiatalokról van szó, tehát nekik még rengeteg idejük van. Ő nekik még belefér az életükbe akár egy vagy két Orbán ciklus. És nem biztos, hogy ők észszerű, hogy kockára tegyék a politikai jövőjüket azért, mert vannak az országban sokan, akiknek az életébe nem fér bele. Persze. Én most csak azt szeretném csak ezzel kapcsolatban mondani, hogy miért csak a Momentumot vonjuk most itt felelősségre? Hol van a többi baloldali, liberális oldalon az együttműködésnek bármiféle bizonyítéka? Hogy ez a szándék megvan. Hát a picik, már bocsánatot kérek, a pici pártok próbálkoznak ezzel. De hát ott van ugye ez a Botka és a Gyurcsányféle szembenállás. Én sehol nem látom azt, hogy itt bármiféle olyan megegyezés készülne, vagy erre remény lenne, hogy ott azon a 106 egyéni helyen valahogy megegyezzenek abba, hogy a Fidesszel szemben egy ellenjelölt legyen. Másképp pedig ezt a választást nem lehet megnyerni. Jó, ez gyönyörűen átvezet bennünket a harmadik és egyben mai utolsó témához. Kérem azt a filmet. Korábbi ígéretével összhangban szocialista polgármestereket nevez meg képviselőjelöltnek Botka László. Az MSZP miniszterelnök jelöltje elsőként Hiesz Györgyöt, Gyöngyös polgármesterét mutatta be. Botka kijelentette, nem füstös fővárosi irodákban döntöttek, hanem azokat keresték meg, akik a legesélyesebbek a győzelemre. Botka legközelebb Hajdú-Bihar megyében mutat be egy újabb MSZP-s képviselőjelöltet. Biztosan emlékeztek arra, amikor 2009-2010-ben Orbán felcsúton az ő nyaralójában kasztingolta a fideszes jelölteket. Mindenkinek ott meg kellett jelennie, és akkor állítólag kaptak finom ebédet. Ez egy egészen másfajta logika volt, ugyanis ő akkor azt mondta, hogy mi adunk nektek esélyt azzal, hogy felkerülhettek a párt listájára. Annak lesz esélye, aki a Fidesz listáján szerepel. És nem a Botka-féle logika, hogy kiválasztjuk a legesélyesebbeket, és majd akkor azzal kooperálunk. Annak idején az a Fidesznek bejött. Hát jó, de más volt a helyzet. Annyira evidens volt, hogy a Fidesz fog nyerni, hogy ez egy biztos ígéret volt Orbán részéről. De egyébként Hisz Györgyel azért ő elég biztosra ment, mert ugye 2002 és 2010 között Gyöngyösnek már volt polgármestere, és ugye most is az 14 óta csak hát a... nehezen tud többséget szerezni magának, szóval, hogy ő azért egy elég biztos jelölt, viszont amiről beszélgettünk, ő ugye 14-ben MSZP-DK együtt közös jelöltként indult. Tehát, hogy ez a mozaik, ez már akkor is megvolt, és ez arra utal, hogy minden egyéni körzetben ki kell matekozni, ami hát ilyen ellentétek mellett nem fog menni. Én nem hiszem azt egyébként, ezek az ellentétek feloldhatatlanok lennének. Hadd mondjam, és most tudom, hogy a pártpolitikus fog egy picit beszélni belőlem, de talán ezért is vagyok itt részben, hogy például amikor Zuglóban volt egy miniszterelnök úr, kérlek, nem, az még, az lehet, hogy egyszer lett, de most még azért legalább nem. Legalább a jelöltet. Bocsánat, most, szerintem most Magyarország az érdeke, hogy Karácsony Gergely legyen egyébként az ország miniszterelnök, és hadd tegyem hozzá az örömhírt, hogy például ma az Iránytű Intézet azt mutatja, hogy a választók is így gondolják, mert Karácsony Gergely az ország legnépszerűbb ellenzéki politikus. Már a sokadik közvéleménykutatás szerint is. Szóval szerintem neki kell most a miniszterelnöknek lenni, és tanulni kell majd tőle, hogy aztán majd a későbbiekben. Jobbik közeli kutatóintézet szerint. Nem csak tőle, a Medián is ezt mérte, és több másik is ezt mérte. De most nem is erről akarok beszélni, inkább arról akarok beszélni, hogy például a zuglói időközi választáson, tudom, ez egy budapesti és egy önkormányzati dolog, de ott egy MSZP-DK párbeszédes közös jelölt torony magasan verte azt a fideszes jelöltet, aki egyébként korábban, ha jól emlékszem, sikeres volt ebben a körzetben. Szóval szerintem ezek áthidalhat konfliktusok, amit el kell érni és ki kell tűzni az, hogy össze tudjunk tenni egy olyan kormányváltó egységet, és Karácsony Gergely 168 órában, egyébként erről beszélt a múlt héten, ami egy sokszínű ellenzéki szövetség, ő egyébként hajlandó erről tárgyalni, jól emlékszem, pont ebben az interjújában mondta azt, hogy Botka Lászlóval szívesen egyeztetett. Egy párbeszéd nevű pártelnök. Természetesen ez hiányzik az országból, hogy párbeszéd legyen.
És azt hiszem, hogy ennek a szövetségnek mindenképpen létre kell jönnie. Visszatérve az eredeti kérdésedre, új pólus, nem új pólus, szerintünk az még mindig egy jó konstrukció lenne, ha lenne új pólus, ami koordinálna a szocialistákkal, de olyan lesz, hogyha én táncolni szeretnék az Emiliával, és én nem akar jönni, akkor én sem most nem tudom rá erőszakolni a tánc tudásomat, tehát hogy nem akar jönni, akkor nem tudunk mit csinálni, nem lehet a másikkal erőszakot tenni, és akkor más konstrukciót kell, de abban biztos vagyok, hogy Karácsony Gergely azért dolgozik, köztük mi is és én is, hogy kormányváltás legyen. Szóval úr, kérlek, minden percet kihasználsz, fantasztikus. Én azt kérdezném meg, hogy van-e annyi időnk még, hogy összeszámoljuk, hogy pillanatnyilag hány miniszterelnök jelöltünk van. 3 percünk van, szerintem összeszámolhatjuk. Menni fog, igen, akkor talán menni fog. De mert, hát, hogy egyelőre itt tartunk, hát most nem a Karácsony Gergely ellen, ő az egyik miniszterelnök jelölt. Azért ott van ugye a Botka is, mint miniszterelnök jelölt, ki van még. Felkészül a Momentumnál a, felkészül valaki, a Momentum, tudjuk, igen, a Gyurcsán ugyan, ő maga nem, de azt ki tudja. Hát pillanatnyilag most, augusztusban ez a kép van. Ugye pont a Magyar Hírlap írja azt, hogy Botka vidéken erős, ne felejtsük el, hogy a Magyar Hírlapról van szó, tehát hogy egy kormánypárthoz vagy kormányhoz közel álló sajtótermék, tehát hogy mennyire sajtószerűen vagy sajtologikaszerűen működik, azt nem tudom megítélni, de azt írják, hogy Botka vidéken erős, de Budapesten annyira gyenge, hogy a végén Budapesten Gyurcsány rajta lesz a listán. Tehát mint Piszkos Fred, ugye Rejtő Jenő regényeiben, tehát zsebre van vágva a keze, és majd valami ebből még lesz. Ebben lehet-e hinni? Nekem az a ugye olyan egyértelmű állítások hangoztak el abban az értelemben, hogy Gyurcsánnyal biztos, hogy nem. DK igen, Gyurcsány nem. És a nap végén eljuthatunk oda, hogy mégis. Az a furcsa, hogy Molnár Gyula, már meg nem mondom, kinek adott interjút az elmúlt nekem. Egy-két hétben. Az Egyenes beszélben. De hogy printben. és ott fogalmazott kétértelműen, azt mondta, hogy eljöhet ez a pillanat, amikor újra kell gondolni. Igen, ez valóban és ez furcsa, mert Botka László meg másik 168-as interjúban meg azt mondta, hogy ő nem hátrál. Igen. Most ha a pártelnök és a miniszterelnök jelölt ebben, nem ugyanazt mondja, az olyan, mintha egy kiskapu még nyitva lenne. Hát ki tudja, hát egyébként az MSZP-re mi sem jellemző pillanatnyilag, mint az, hogy dúlnak a belső harcok. Hát az, ami volt ugye a Botka nyilatkozata, a Molnár. Erre most mondta Molnár, hogy az MSZP sose lesz kaszárnya. Hát azért a kaszárnya és e között szerintem számos átmenet van. Nem vagyok feltem az, hogy elmondja, kitől hallottam, de az MSZP-t jól ismerő ember fogalmazott, úgyhogy azt a verziót az MSZP-ben még nem próbálták ki, hogy milyen az, amikor támogatják Botka Lászlót. Én szerintem persze most a káoszról beszélgetünk, ami látszik, de ne felejtsük el, hogy augusztus közepe van, és én nem akarom védeni az MSZP-t, meg semmi közöm, és nem is tudok semmit a belügyeikről, de azt gondolom, hogy egy ilyen horderei váltás van, egy új miniszterelnök rendet kell vágni, ez valószínűleg tényleg egy zűrös ügy, mint egy cég átalakítás. Tehát én azt mondanám, és inkább a választóknak üzenném ezt, hogy szerintem mondjuk tűzzük ki azt a határidőt, hogy október 23-án egy olyan színpadon állunk azokkal az emberekkel, akik azért futnak neki a futóversenynek, hogy Orbán Viktort leváltsák. Tehát szerintem addig van határidő, hogy megfogjuk egymás kezét, és addig belefér az, hogy még nézzük ezt, hogy ki fog kivel táncolni. Október 23-án együtt kell állnunk azon a bizonyos színpadon, és együtt kell csillogó szemmel azt mondanunk, hogy nekifutunk, és leváltjuk a Fideszt. Addig szerintem el kell viselni ennek a nehézségét. Tudom, hogy nem könnyű, de szerintem ez türelmesnek kell lenni. Kedves vendégeim, jó úton vagyunk, olyan sikeresen érveltünk, hogy 1%-ot hoztunk Vona Gábornak. Nézzük meg a szavazás állását, mert hogy 11%-ról, hogyha jól tudom, már 12%-ra tornáztuk fel azoknak az arányát, akik hisznek abban, hogy Vona Gábort az őszinte megbánás vezette. Úgyhogy ma sem jöttünk be hiába. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek Rúg Emiliának, Sándor Zsuzsának és Barabás Rihárdnak. Köszönöm önöknek pedig azt, hogy figyeltek ránk. Minden jót, viszontlátásra!